Nagyhódoson vagyunk, és egy ökogazdálkodási képzést tartunk, ugyanis az elmúlt években, amikor a Greenpeace egy országjárást szervezett, arra jöttünk rá, hogy a legnagyobb akadálya annak, hogy ez szélesebb körben elterjedjen, hogy a gazdák nem rendelkeznek a megfelelő információkkal. Úgyhogy ekkor döntöttük el, hogy elindulunk egy újabb országjárásra, de máshogy, mint eddig, és egy-egy térségben, és itt nagyon fontos, hogy kis falvakba lemegyünk, és ott szervezzük meg helyben azt a gazdálkodási képzést, amit itt tényleg a gyakorlati ismeretekkel azonnal lehet hasznosítani. Sokan gondolkodnak azon, hogy átállnak bio vagy ökogazdálkodásra, mégpedig meg kell vallanunk, hogy elsősorban azért, mert ez jobban eladható, magasabb értékű termékként értékesíthető, és a jó hír az, hogy két önkormányzat éppen a mi képzésünknek köszönhetően úgy döntött, hogy megpróbálja. Ez Méhtelek és Kishódos, és eljött a Nyíregyházi Egyetem és két mezőgazdasági szakközépiskola is, akik szintén azt tervezik, hogy a tangazdaságaikat átalakítják ökóra. Ezeken az előadásokon minden hasznos. Mert mindig hall az ember olyat, amit valamilyen úton módon fel tud használni. Nekem tetszik ez a ökogazdálkodás, mert tényleg az egészségünket védeni kellene. Nekem az nagyon tetszett ez az előadás, amely a jelenleg leginnovatívabb ökológiai szereket, tehát kémiai anyagok nélküli biológiai szereket mutatta be, és nagyon jó összefoglalónak tartottam. És hát azt látom, hogy egy nagyon élénk eszmecsere folyik, ami nagyon hasznos, azt gondolom, nagyon sokat tudunk tanulni egymástól. Azért próbálkozunk az ökogazdálkodással, mivel hogy a megtermelt javak zömét a helyi konyhán használjuk fel, és így nem mindegy, hogy az intézményekben lévő gyermekeink számára milyen élelmiszert adunk, ami vegyszerekkel van tömve, vagy pedig egy viszonylag egészséges, biológiailag tiszta növényből készítjük az ebédet, a reggelit, tizaórait. A tangazdaság nálunk szervesen kapcsolódik az oktatáshoz. Az oktatásunknak egy fontos része, pontosan tudjuk mi is, mindenki tudja, hogy milyen környezetterhelést jelentenek manapság a vegyszerek és a műtrágyák. Személyes meggyőződésünk is, tehát az ott tanító kollégáknak is, hogy ebbe az irányba kell elindulni, és ebbe az irányba kell elmenni. Elkezdtünk átállni bióra, az egyik indítatásunk az volt, hogy mindig is próbáltuk megtermelni magunknak azokat a zöldségeket, gyümölcsöket, amit a család fogyaszt, és észrevettük, hogy ezek a termékek mennyivel ízletesebbek. Keresgettem a biogazdálkodással kapcsolatban információkat az interneten, akkor láttam, hogy a Greenpeace-nek nagyon sok kiadványa van, és ezekbe, ahogy beleolvastam, rengeteg tanulmányt találtam arra, hogy milyen veszélyesek a permetszerek, hogy kiemelték, hogy a környezetben mindenütt megtalálhatóak, nem csak közvetlenül ott, ahol használják, hanem közvetve bárhol előfordulhat, és az egész ökoszisztémánkban ez megtalálható, ami károsan befolyásolja az élőlényeket. Az ökogazdálkodást azért is gondoltuk megvalósítani, mert én úgy gondolom, hogy sokkal egészségesebb úgy a termelvényünk, mintha vegyszereznénk, műtrágyáznánk. Lehet, hogy van, aki azt fogja mondani, hogy visszafelé megyünk a múltba, mert régen ugyebár vegyszermentesen, vegyszer és műtrágyamentesen termeltek, de nem mindegy, hogy mit eszünk, mit fogyasztunk el.